a meccsem az Istené. Most is elnézem, éjjel, 11, fél 11, meddig bírom. Magyarországon, ami meccsek vannak. Mert azok ott érted, románul nem tudok, amit megértek, és a többi. Ha mi nem értem meg, akkor mit érek el véle? Így látom, hogy gólt rúgtok, de mit mondnak, vagy valami. Nem értem, és akkor nem látom érdemesnek. Hajrá, Magyarország, hajrá, Sepsi Szentgyörgy, hajrá, hajrá! Hát kicsikék voltunk, és apám az erdőn volt, kicsikék voltunk, mezitláb kellett dolgozunk, fázott a lábunk, és amikor a juhok oda pisiltek, szépen belétapottunk, hogy a lábunk melegedjen. És ott kellett ügyünk az erdőn. Sokszor sírtunk, hogy jöjjünk haza, engedjenek haza, de nem hoztak haza, mert kellett a segítség. Jó leányocskák voltunk, és még akkor is az úton, ha sétáltam a más leányokkal, ha itthon voltam esetleg, akkor megszólítottak, befelé már indulni kell az erdőre. Akkor ott is nyertették a hátamra, és Felgyert Jánosba gyalog. Kellett vinni a hét élelmet. Akkor az árukból hordtuk a vizet, az esztenára, s hát az árokba egy német katona ott feküdt, meg volt sebesülve. Apám megnézte, s na azt mondja, járték, pakolt ennivalót, mert a lábával volt még sérülve, pakolt ételt, ordalt, sajtot, kenyeret, s mi vittük az ételt, gyermekekül, testvérekül, vagy 3-4 nap hordtuk az ételt oda neki, és egyszer menjünk, visszük az ételt, ha sehol sincs. De hát jöttek a mások, vonultak a mások, megtalálták, és elvitték. Elvitték. Hát úgy szerettük, mint a nem tudom, ki lett volna. Pedig azt se tudtuk, hogy ki jön. Most ha elmondom a fiataloknak, azt mondják, hát nem igaz. Hát dehogy nem igaz. Ez mind igaz. Dolgoztunk, vartunk, fontunk, oda összegyűjtek a legények, és minden, és ott barátkoztunk, és hálájtottuk az ősünket, felvették, azt ki kellett váltani, és én bizén köttem, és egy nagy gomolya volt, valakinek zoknit köttem, és elájtettem, és ki kellett volna váltani. Nem váltottam ki. Hát reggel, mikor ki akar apkán menni, hát az ajtó nem nyílik. Na ilyen, hallottál, az ajtó gilincstől a kapu gilincsig a cérna mi fel volt tekerve. Olyan boldog vagyok, hogy repedek el. Azért, hogy a Jóisten még életet adott, annyira még tudok mozogni, nem kell segíjen senki, nem kell senki, mert én a magaméből meg tudok lenni. Ezért a Jóistenemet megkérem, este reggel délbe, legyen velem, segíjen, ő az én segítségem. Nem kívánok senkitől semmit, csak jó szót, szép szót, ennél egyebet semmit csak kívánok, senkitől. Meg kell elégedjünk, ami van, ahol, és örvendjünk. Nem sovargok a pénzét. Én amennyi van. Kötők, odahúzom a takarót, ahol ér az előtte, és ezt mondták, nem húzom erősen, mert elszakad, de jól vagyok, meg vagyok, hál' Istennek. Én meg vagyok elégedve. Én saját magammal kell megelégedjem. Nem vagyok olyan, hogy megvetem, hogy te cigán vagy, vagy te román vagy, vagy ez az, ez vagy az vagy. Én örökétig azt mondtam, ha már azt mondják, hogy van olyan türelmed a cigányokhoz? Hát ezt miért csinálod? Mondom, azért, mert azok is egy emberek. Cigán, cigán vagy tölt vagy rác, egy Istenünk van. Úgyhogy a románnak nincs külön, és a másiknak is külön. Mindenkinek egy Istenünk van.